Ötödik fejezet. A térkép. Az első emeleten kezdték a felderítést, hát ha a szellem nyomára bukkannak, majd lementek a földszintre. A kőfalú szoba lett a központ, a ház legrégebbi része. Itt kezdtek neki a térkép megrajzolásának. Három kályha van, egy a konyhában, egy itt és egy harmadik odakint. Van három fürdőszoba, két ebédlő, négy szalon, öt hálószoba, egy könyvtár, egy fiú könyvtár, és egy... mit írtál ide, Julia? Tudószoba. Az a szoba a faíró asztallal a könyvtár mellett, amelynek festett mennyezete van. És a tudószoba, ahol Julia nevezi, összegezte Jason. Ez a lépcső, ahol az arcképek vannak, mutatott Rick a térkép egy pontjára. Nem, ez az a lépcső, ami a pincébe vezet. Rick figyelmesen bólogatott. A pince igazából egyetlen hatalmas szoba volt, tel is tele, zsúfolva bútorokkal és mindenféle lindrommal, ahol épp hogy annyi hely maradt szabadon, hogy járni lehessen a sok kacat között. Nem is derítették fel túl részletesen, mert nagyon komornak tűnt. Julia szerint, ha valaha is létezett a régi tulajdonos szelleme ebben a házban, biztos, hogy esze ágában sem volt odalent meghúzni magát. Ebben aztán mindannyian egyetértettek, és ott hagyták a pincét. Jason a toll végét rágcsálva kellő távolságból vizsgálni kezdte a térképet. Már csak a kis toronyszoba maradt a lépcső tetején, és végeztünk. Ja, a világító toronyszobája, mondta Rick. Miért hívod így? Mert éjszakánként Ulysses Moore mindig ott anyázott. Késő éjszakáig égett a villany a szobában, mintha csak versenyre akarnak elni a szobában álló igazi világító toronyfényével. Milyen ember volt ez a régi tulajdonos? Kérdezte Julia. Rick megvonta a vállát. Igazából nem is tudom, válaszolta. Azt hiszem, Kilmarkában senki nem tudja. Az írek csodálkozva néztek rá. Nagyon titokzatos volt, tudjátok? Folytatta a vörös hajú fiú. És nagyon visszahúzódó. Soha nem ment lávalóba. 40 éven át? Igen, 40 éven át. Az meg hogy lehet? Hát tőlem kérdezzétek, volt egy felesége. A szanyukám ismerte a feleségét, aki néha bejárt a faluba áruért vagy halat venni, meg elvinni a postát, és minden olyasmiért, amit a faluban kellett elintézni. Őt azonban soha senki nem látta. Aztán a felesége meghalt. Hogy halt meg? Nem tudom, csóválta a fejét Rick. De a feleség halála után a kertész járt le a faluba. Nestor? Igen, ő. Úgy tudom, hogy Nestor már akkor a villargó szolgálatában állt, amikor még élt a háziasszony, és a halál után ő csinált mindent. Motorra járt le a faluba, mert a lába miatt nem tud autót vezetni, és ő vásárolt be mindent az öreg múrulnak. Aki soha nem mozdult ki innen. Már a gondolatra is felágyulja a hátán a szőr. Nem, soha. Az beszélik, hogy volt az öregnek egy csúnyaké vagy hajója, ami a szikla lábánál hormányzott egy üregben. Tényleg, láttam a falépcsőket, amik lefelé vezetnek. Ki tudja, ott van-e még a hajó? Rick megint csak a fejét csóválta. Ha még mindig ott lenne a csónak, azt a házoktól biztos észrevette volna. De mégis, miért gubbasztott mindig idefent? Miért nem ment le a faluba? Kérdezte Julia. És hogy lehet az, hogy soha senki nem látta? Azt mondják, hogy egy égtelen nagy sebb csúfította el az arcát, és ő szégyenében nem akart emberek közé menni. Ez minden, amit tudok. Julia hirtelen felvillanyozódott. De hiszen ott vannak az arcképek a lépcsőfordulóban, kiáltotta és megragadta Jason karját, aki kis hiány eltátolott, amit rágcsált. A toll azonban kiesett a kezéből, és bekurult az egyik hatalmas szekrény alá. Hé, nyugi, csattant fel. De Julia teljesen fellelkesedett a saját ötletétől. A lépcsőfordulóban ott lúg minden ember arcképe, aki valaha ebben a házban lakott. Nézzük meg az öreg Ulysses sebhelyes arcát. A hátborzongató látvány gondolatától megbabonázva Rick és Julia kirohant a szobából, Jason pedig lehajolt, hogy kibányássa a tollat a szekrény alól. A mindenit, kiáltott hirtelen Julia és Rick kórusban. Jason, ezt nézd meg, ezt látnod kell. Jason egy pillanatra elfeledkezett hát a tollról, és kirohant a folyosóra. A mindenit, motyogta ő is döbbenten. A lépcső tetején az utolsó kép hiányzott a falról. Csak a nyoma látszott, egy világos volt a falon. Épp az övé hiányzik. Valaki ellopta.
vagy levették. De ki és miért? Hallottátok? Nem, mit? Én igen, de te mit hallottál? Nem is tudom, olyan volt, honnan jött? Fiúk, kiáltotta Julia, és én nem hallottam semmit. A következő pillanatban ő is meghallotta. Tompa koccanó zaj volt, mintha valaki lépkedne. Lassan mindhárman a lépcső tetején lévő tükörajtó felé fordultak. Ez az ajtó vezetett fel a világító torony szobába. A zaj onnan jött. Dermedten hallgatóztak egy ideig, ami számukra egy örökké valóságnak tűnt, de a zaj nem ismétlődött. Így hát egymást támogatva elindultak az ajtó felé. A tükörben meglátták saját képüket, három gyerek, aki bizonytalanul lépkednek fel az utolsó lépcsőfokokon. Jason kinyújtotta a karját, megragadta a kilincset, és legyomta. Az ár engedett. Az ajtó rösnyire kinyílt, és Jason bekukucskált a szobába. Na, mit látsz, kíváncsiskodott a másik kettő a háta mögött. Jason egy rendezett tiszta szobát látott, hatalmas íróasztallal a sarokban, a két tengerre nyíló ablak mögött, egy hajó modellgyűjteményt, és néhány újságot a földön. A többi ablakból lélegzetelállító kiáltás nyílt a sziklára, kémorkávra és a parkra. Semmit, suttogta Jason, és kinyitotta az ajtót, hogy mindhárman beléphessenek a szobába. Egyáltalán semmit. Ez meg hogy lehet? Hitetlenkedett Julia. A léptek zaja ebben a pillanatban újra felhangzott. Tum-tum, tum-tum. Csak hogy nem lépések voltak. Az egyik ablak félig ki volt nyitva, a húzat olykor-olykor belekapott, az ablakkeret pedig ritmikus zaj kísérletében csapódott az ablakfához. Ezt a zajt vélte először Jason, majd Rick és Julia is lépések zajának. Íme a titokzatos szellem, mosolyodott el Julia, kitekintve a lélegzetelállító panorámára. Jason a villargó parkját kezdte fürkészni az ablakból. Látta a kovácsolt vaskaput, a kavicsos ösvényt és Nestor különálló kis faházát. Rick letelepedett az íróasztalhoz, és egy pillanatig eljátszott a gondolattal, hogy ő a ház ura. Alatta magas sziklafal zuhant a mélybe, amelyen hangos robbanjal törtek meg a tenger hullámai, a feje felett pedig gomolygó felhőhalak gyülekeztek. Végig simította ujjával az egyik kis hajómodellt. Az aprócska, kézzel épített hajók úgy sorakoztak egy láda tetején, mint egy miniatűr flotta. Nagyon is meg tudom érteni az öreg Ulisszest, mondta. Nem is olyan rossz dolog itt üldögélni az asztalnál, venni egy kis ragasztót, fát meg kötelet, és mulatni az időt. Ekkor egy hatalmas hullám csapódott a sziklának dübörögve, szerteszét fröcskölve a vizet a szélrózsa minden irányába. Menjünk fürödni egyet, kiáltotta Julia, és meg sem várva a választ, rohant a szobájába a fürdőruhájáért.